sziasztok! Mai alkalommal egy teljesen elszáradt diófát fogok feldolgozni, kivágni és feldolgozni. Bocsánat, egy idős néninek. És hátulról megyünk, úttalon utakon, mert olyan hosszú a telek, és nem tudunk bejárni végig a kocsiból. És ez az izgalmasabb az egészben, hanem az, hogy itt vagyunk most már októbernek a második felében, és ragyogó idő van. Ugye ezt meg is keserültem én, mert a múlt héten több favágásunk is volt, amikor olyan köztes időjárás volt, hogy se ilyen, se olyan, de viszont nagyon-nagyon szeles, tehát nem volt se hideg, se meleg. Az ember nem tudja, hogyan öltözzön fel, és úgy megfáztam, hogy több napon keresztül feküdtem az ágyba, nem bírtam kikelni belőle, lehet még most is hallani a hangomon, aki nézi a filmjeinket, azon is észre fogja venni. Olyan erőtlen vagyok, hogy máma szerintem én nem is fogok láncfűrész, hanem majd valakire rá fogom bízni, a kameraman éppen rázza a fejét, de majd azért rábízok egy-két feladatot. Valahogy oda be kellene jutni, arra a hátsó útra. Na majd folytatjuk, jó? Azt hiszem, hogy egyértelműen látszik, hogy melyik párról beszélünk. Nem ok nélkül vágjuk ki, nem azért vágjuk ki, mert nekünk ehhez van passziók, hanem az, hogy ez teljesen el van száradva. Ugye? Na ő az a fa. Teljesen el van száradva. Ez gyakorlatilag ez a fa. Menthetetlen. Ebből a fából túl sok mindent kihozni nem lehet. Az egészséges részeiből talán valamit. Hát ezért azért lehet látni, hogy ez totálisan beteg. Én erre föl sem másznék. Nem is fogok, hanem azt fogjuk csinálni, magassági ágvágóval az alsó ágakat, amik úgy vannak, azokat lekapkodjuk, földaraboljuk, aztán szépen külön-külön a szárakat lebontogatjuk. Arra akartam kiukadni, hogy milyen fa is ez, mert ugye amikor ilyen elágazó főtörzs ágak vannak, ugye a fakitermelés szempontjai szerint van a villás ágú és a ikertörzsű. Villástörzsű, ikertörzsű. Ugye ikertörzsnek nevezzük azt, amit a földön történő döntés során, tehát a döntéskor ugye úgy van meghatározva, hogy mellmagasság fölött nem végzünk döntést. Tehát, hogyha mellmagasság fölött van az elágazás, akkor villástörzsű, ha mellmagasság alatt, akkor ikertörzsű. Hát akkor ez most mondjuk azt, hogy ez egy négyes iker. Négyes ikertörzsű lesz. Tényleg arra kell figyelni, semmi másra nem kell csak figyelni, tehát a kerítésre. Arra kell figyelni, hogy ahogy tudjuk, új leaprózni, leaprítani a lágokat. Még kitaláljuk, hogy mi legyen, mert arra is van mód akár, hogy rákötünk, aztán meghúzzuk egy kicsit a teherautóval, ha szükség van rá. Vagy azt is megcsináljuk, hogy bizonyos részeket a földről, bizonyos részeket. Most egyébként föltámadt a szél, ismét kezdődik, hallod, deja vu van, Tibi. Tehát amikor nekiállnak hátra, elbapjának, föltámad a szél, egész idején jó időt mondok. Tudja, hogy miért van ez, de mindez. Nem egy bonyolult feladat, de azért nem is egy egyszerű. Abban az értelemben, hogy el kell majd pakolni, tehát abban az értelemben nem is egyszerű, hogy azért a kerítést épségbe kell hagyni. Ugye ezekhez a feladatokhoz használjuk mi a doleomoknak a teleszkópos magassági ágvágóját. Ez egy PPX 270, ennek a mai tesója 271-es, gyakorlatilag ugyanez a konstrukció, csak egy kicsit modernebben. Itt van velünk a GSH 400-as, itt van velünk a GST 360, ugye felső markolatos professzionális modell, itt van velünk egy 451-es, és a Zoleomak jelenlegi legnagyobb profi gépe, a forgalomban lévő gép, a GS 630-as, annyival megvan egy kicsit tuningolva általunk, vagy általam, hogy egy teljes körkormány kapott, ami az ilyen lakott területi fakitermelésnél sokszor előny. Na, mindjárt átbeszéljük, hogy mi legyen a módszer, aztán folytatjuk, jó? Na kérem, taktikai megbeszélés után úgy döntöttünk, hogy
megvizsgáltuk a fának az állapotát, mint valami komoly favizsgálók lennénk, de nem vagyunk azok. De megvizsgáltuk az állapotát, és úgy döntöttünk, hogy leegyszerűsítjük és megpróbáljuk felgyorsítani kicsit az eseményeket, abban az értelemben, hogy nem külön törzsenként fogjuk lebontogatni, hanem azt fogjuk csinálni, hogy ott át lesz dobva egy kötél azon a villán, ott, ide át lesz húzva, itt meg lesz kötve, kialakítjuk a hajkot, a döntési vágást, a döntővágást, rákötünk a kocsira, és szépen lefektetjük, elhúzzuk a kocsimat. Igazából ugye nincs nedvesség a fába, nincs ebbe, nincs rajta semmi lomb, tehát olyan nagy teher nincs is rajt. Ez az egy hátsó ág, ezt lehet, hogy egy kicsit visszabontogatjuk magasságival, és akkor az egészet lefektetjük. Most ez ilyen izé lesz, ez ilyen redneck stílusban lesz, ilyen amerikai izében, ott van az, hogy össze-vissza ilyen terepjárókkal húzzák, mondják. Ugye mi is próbáltunk, mert egyébként én szedtem ki annak idén a galopperrel valami gyümölcsfa törzset, gyökeresű kitéptem. Ja, hát hogyha itt van nálunk az ágvágó, akkor miért ne? Na jó, akkor egy kis előkészület, tankolás, aztán húzdi. Amíg jó idő van és szélcsend. Évezés után kifeszítettük a ruhaszárító kötelet. Úgy lett megkötve, és ilyen érdekességképpen mutatom, hogy ott azon a villás ágon át van hurkolva. Tehát valójában ez húzza majd az autó, de hogy nehogy külön csak letörjük, ezt is megkötöttük hozzá, tehát ezt is húzza. És megmutatom ezt távolabbról. Ez hogy is néz ki? Ez így néz ki. Így. Tehát ugye erre van a súlypontja jelen pillanatban. És ezt az ágat is hozzá kötöttük ahhoz. Úgy lesz húzva majd. Erről az ágról, amit tudunk, leszedünk magassági ágvágóval. Tehát leszedünk erről. Ugye nem győzöm ismételni, tehát ennek tömege szinte nulla, nem, most hülyén fogalmazok, nem nulla, de csekély egy egészséges fához képest. Nincs rajta akkor a húzó tömeg, a koronája sincs, a szél sem nagyon, de minden gram számít. Sokat a helyzetből köszönhetően, tehát ugye minél hosszabbra nyúlik ki egy irányba valamilyen súly, az lehet akár egy kiló is. Ha itt van egy kiló, hogy kevesebb erőt fejt ki, mint hogyha itt van egy kiló abban az irányban. Na, az lesz, hogy megélesz, kialakítok majd ott egy hajkot. Egyébként gyanús, hogy itt el van repedve az egész fa, de majd megnézzük, egy kicsit lebontogatom ott a kérget, és megnézem, mi van alatta. Aztán megvágom a hajkot, bevágom a döntővágást, beékelem, hogy ne tudjon visszaülni, és akkor úgy fogjuk meghúzni autóval. Kicsit lehántottam itt a kérget. Hát a kéreg alatt itt-ott azért elég rondán néz ki a dolog. Ugye a hajkot, ha megvágjuk, akkor azért majd feltárul a dolog, hogy mennyire egészséges a törzs. Na, leszettük itt a túllógó ágokat a kerítésen túl. Hát változtatunk egy kicsit, aztán meg is mutatom távolabbról. Ennyit változtatunk a súlyponti helyzeten. Kocsira rá van kötve. Megvágom a hajkot. Ráfeszítünk egy kicsit, hogy feszes legyen a dolog. Vissza ne ereszen. Megvágom a hajkot, döntővágás bele az ékeket, és akkor letörjük. Ugye itt majd azért arra kell figyelni, hogy túl mély hajkot nem akarok vágni.
és magas törés lépcsőt fogok csinálni, és széles törési lécet, hogy nehogy az legyen, hogy a korhadás miatt elengedje, és akkor visszazúgjon. Szó szerint le fogjuk törni ezt a betegfát. Ugye, amiket leszettünk ágokat, a szép van ott összevan rakva, amit ki lehetett belőle kuglizni, az ki van kuglizva, össze szépen rakva. Nem szeretünk mi úgy dolgozni, hogy az ágakba botorkáljunk. Inkább tartson egy kicsit tovább, de legyen tiszta is, és számunkra legalábbis biztonságos munka. Erről a vonszolásosdiról azért kimerem jelenteni, hogy ezt nem kell megismételni, ezt saját felelősségre, én magam saját felelősségemre vállalom be. Más-máshogy csinálja, de hol lennének az izgalmak, hogyha nem csinálnak egy ilyen rednecks, vagy ilyen redneck, ezt az amerikai stílusú rángatásos videót, de stílszerűbb lenne egy összkerékhajtású Jeep-el, vagy valami Dodge-al, vagy valami, de hát most nekünk ez van, egy olasz kis 1.9-es szívó dízel Fiat, úgyhogy ez lesz a menü. Az információ még, hajvágásakor egyébként felszínre kerülhet a fa állapotáról egy-két olyan információ, hogy mennyire putvás a közepe, vagy legalábbis a hajk mélységéig mennyire egészségtelen a fa, és akkor még mindig át lehet szervezni, át lehet dolgozni a terveket, hogy mi legyen a döntéssel, vagy hogy legyen a döntés. Hát én úgy szeretném, hogy csinálok ide egy széles nagy hajkot, abba az irányba, megnézzük milyen az állapota, döntővágás innen, onnan, bele az éket, aztán letörjük. Kicsit közelebbről a hajkot. Hát, volt olyan része, ahol úgy esett be a fűrész, főleg itt a szélén, itt lehet látni, de itt belül egy kemény. Úgy ítélném meg, hogy a kéreg irányából van a korhadás, nem belülről, és lehet, hogy a belső szerkezete az stabilabb. Most az lesz, hogy ráfeszítünk egy kicsit a kocsival, és utána szépen elkezdjük vágni.
Na, elfeküdt a fa. Meg szeretném mutatni, hogy még majdnem, hogy nehéz is volt vágni, mert annyira nem egészséges, félreértés ne essék. Na most megy a kamera. Sokszor nem tudom, mikor megy, meg mikor nem. De ez nem az első eset. Na, ugye arról akarok beszélni, hogy nem volt egészséges a fa, mert pudvás és korhat volt, de maga a szerkezete kemény, mint az üveg. Ilyen kemény. Tehát ez a lábon elszáradt. Ugye azok a részei, ahol a korhadás elindult, azok a széleitől befele. Tehát gyakorlatilag alig bírtuk, idézőjelbe téve, mert azért ez nem így volt, hogy alig bírtuk letörni, mert le lehetett törni, de ugye a külső szemlélő által úgy nézett ki, amikor megvágtuk a hajkot, hogy nagyon, nagyon dzsuvás a fa, de rohadtul tartott. De a lényeg az, hogy megoldottuk így. Fölkuglizgatjuk, aztán összepakoljuk, és akkor kicsit összerendezkedünk, egy kis rendet rakunk magunk után, és akkor tehát ebben a szisztéma szerint, hogy oda az ágakat, pedig a kuglizni való fát, és ámen. A másik az, hogy ugye itt van, ilyenkor fogy el az ég. Tehát az ég az fogyóeszköz, mert van olyan, hogy bele van verve. Miért veri bele az ember? Azért vertem bele, hogy ne tudjon visszaülni a fa. Mert hogyha véletlenül nem húzza a teherautó, vagy nem bírja húzni, vagy visszagurulna, akkor visszaülhetne a vágásra, és összezárna. Azt akkor az ember ki nem veszi onnan a fűrészt, meg akkor már utána nem tudsz beleverni éket, meg még az is történhetett volna, hogy letörik, azt a hátra eldől a fa. Na és azért használ az ember éket ilyenkor, mert nem az ékkel döntöttük ki, hanem az ékkel csak azt csináltuk, hogy a döntővágásból, hogy vertem bele folyamatosan, alátámasztottam a fa törzsét, hogy vissza ne tudjon ülni, ne tudjon összezárni. És ilyenkor van az, hogyha kicsit visszarúg a fűrész, benne a döntővágás során, akkor bele-bele kap. Hát így használódnak el az ékek egyébként, hogyha már ilyen nagyon tompává válik, akkor még mindig jó utánverő éknek. Megmutatom, milyen az utánverő ék. Ugye ezek a hagyományos ékek. Az utánverő ék az így indul, hogy már eleve vastagabban indul, hogy ha olyan nagy a nyílás, hogy elnyeli az éket, akkor ezzel lehet utána küldeni, és akkor ez nagyobbat emel. Ja. Hála Isten, most a szél is kegyesebb volt hozzánk. Azért meg lehet nézni, ide teszem a lábamat, hogy itt azért van törzsátmérő. Nem egy kicsi. Hát ennek ebből szerintem értelmes anyagot nem igen lehet kiszerni, szerintem ez tűzifára lesz összekuglizva, hát így szétporlott a vége neki. Azért is lehetett könnyen húzni, mert amit ahogy mondtam, hogy ennek nincs akkora tömege. Talán itt az alsó traktus, ez az alsó, körülbelül idáig lehetett neki valós tömege, a többi az mind ilyen morzsalék az egész. Hát ilyen semmi. Ja.
edzett a munka közben. Azért lehet látni, hogy itt forgásol. Tehát ha valaki megérezni a láncot, akkor ilyen forgásot hozzon, ne port. Ilyen forgácsot hozzon. Hát itt hosszvágást nem vágtunk, és mégis spagettiszerű a forgács. Jó? Tehát ezt csak azért mondom, hogy megy mindig az okoskodás, hogy élezni kell a láncot. Élezd meg a láncot, nem éles a lánc, fordítva van a lánc. Hát, ha ennél életlenebb lánccal áll neki az ember dolgozni, akkor magára vessen, hogyha tiszta por a légszűrője. Ugye ezt a múltkori favágás során, amikor mennyit vágtunk össze? 28 köbmétert, nem? Ja, 28 köbméter több évtizedes akászlábot vágtunk össze, és megmutattam, hogy ha megvan élezve a normálisan a lánc, akkor nem por lesz a légszűrőházban, hanem forgács. Forgács. Tehát én ezt azért szeretném nyomatékosítani, hogy forgás kell, hogy legyen, nem por. Itt nincs por, hanem forgás van. Minden vágás mellett forgás van. Jó, hát ahogy, ahol meg ilyen szivacsos szerkezetű, az más téma, mert ezt még elhasítani se lehet, mert beveszi, egy az egybe átesik rajta a fejszer, beveszi, mint a szivacs. Ott meg egy nagy csimasz készült téli álmot aludni, ő már nem fog, szerintem, acsom, nem talál magának mások. Nagyvonalakban itt tartunk, még azt ott elintézzük, aztán még abban valamit kivágni, így szépen összerakjuk, ilyen rendes vagyunk magunk után. Ezt a tuskót egyelőre nem vágjuk lejjebb, mert nem opcionális. Ismételném magamat, rögeszmésen, sokan megmondjátok, hogy nem vagyok normális, de akkor is így van, forgács. Forgás mindenhol. Visszatérő, ismétlődő érdekesség téma. Katalizátoros kipufogó. Meleg, mint a tök. De a gép nem olvadt tőle szét, nem sült meg, dolgozik rendesen. Nem gyújtotta fel a fát még nekem. Lehet rajta segíteni. Ha éles a lánc, most ugye itt megmutatom, hogy ment el az életesség. Tehát a végére így elment az éle. Ez már életlen, ez semmire nem való ez a lánc. Ugye a tönknek a vágás, akkor teljesen kiment az éle, olyankor meg is nyúlik egy kicsit. Ez a lánc már használhatatlan, ezt meg kell élezni. Tehát a katalizátoros gépektől én személy szerint egyáltalán nem félek. Tehát én tudom, hogy nem lesz ezeknek semmi baja. Ugye a katalizátoros gép főleg akkor melegszik nagyon, amíg még bejáratós. Utána már, ha dolgozik, akkor azért nálam legalábbis
még, tehát munkába, most nem arról beszélek, hogy, hogy otthon perregetni a fülészbakon, hanem valódi munkába nálunk még egyetlen egy gép sem adta föl a leckét katalizátor miatt, vagy anélkül. GS 630-as katalizátoros, egy katalizátor nélkül kipfogol és egyaránt egy faszagép. GST 360, igazi famászógép, GS 45-ös. Na jó van. Még annyi, hogy elbúcsúzok. Aztán majd a végén megmutatjuk, hogy milyen módon távozunk a helyszínről. Szevasztok!